Felkeltem szombat reggel, és tudtam, hogy én fogok szolgálni. Kérdeztem az Urat, hogy Uram, mit akarsz üzenni? Hiszem, hogy van szabad a népedhez. Uram, én ebbe bízok, nem akarom magamtól valamit kitalálni, magamtól kreálni. Uram, adj valamit! János 11. Mondom, Uram, mintha tudnám, hogy mi van ott, de mégsem. Kinyitom az igét, Lázár feltámadása. Mondom, halleluja, egyik kedvenc történetem. De tudtam, hogy valami újat akar az Úr belőle mutatni. Ami Band is mondott, hogy sokszor olyan megszokott. Elmegyünk fölötte, elmegyünk mellette, de van benne új. És én is találtam benne új dolgokat. És ezt szeretném veletek a mai napon megosztani. János 11, Lázár feltámasztása. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente Urat kenettel, és hajával törölte meg a lábát, az ő testvére Lázár volt beteg. Üzenetet küldtek azért a nővére hozzá. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus pedig szerette Mártát, és annak nővérét, és Lázárt. Amikor viszont meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Izgalmas. Van egy beteg Lázár. Vannak aggódó testvérei, Márta és Mária, és van egy Jézus a történetben, egy biztos pont. És figyelj, küldtek egy üzenetet Jézusnak, akit szeretsz, beteg. Na most gondolj bele, hogy ha valakit szeretsz, és valami történik vele, akkor az az első, hogy te hozzászaladsz, nem? Oda rohansz hozzá, hogy mi a baj, itt vagyok, hogy segítsek. Oda, apa mindig oda nyújtott a kezét, amikor elestem. Gyere, megtörüljük, megmossuk. Teszünk rá egy sebtapaszt, kérünk anyától. De mit olvasunk, hogy Jézus megkapta az üzenetet. Akit szeretsz, beteg. Nagyon fontos, hogy Jézus szerette Lázárt. Szerette az ő testvérnőit. De mi volt Jézusnak a válasza? Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Hát ez a hír valószínű eljutott Mártához és Máriához, ez a betegség nem halálos. Hát nem tudom, hogy én beleképzeltem Márta vagy Mária a helyébe magamat, ez most milyen válasz? Én abba bízom, hogy Jézus jön, Jézus szalad, hát ahogy ezt eddig megszoktuk tőle. Jön és a Lázár meggyógyul az ő betegségéből. Márta és Mária tudta, hogy ez, hogy itt nem piskóta, itt Lázár haldoklik. És egy ilyen válasz, hogy ez betegség nem halálos. Hát, és azt olvassuk, hogy Jézus két napig ott maradt azon a helyen. Nem mozdult. Feltetjük azt a kérdést, hogy Uram, hol vagy? Jézus, hol vagy? Nem tudom, te. Én már többször feltettem az Úrnak az életembe. Uram, hívlak segítségül! Itt van ez a helyzet az életemben, vagy a tesómmal, vagy azzal az ifis taggal. És Uram, te vagy az a biztos pont az életemben, és te benned bízom egyedül, tőled várom a választ, a megoldást. És te ilyen kétértelmű választ adsz, hogy oké, ez a betegség nem halálos, de nem olvassuk azt, hogy ez a betegség nem halálos, és majd meggyógyul, vagy felkel, Isten dicsőségére van. De mit jelent ez? Teltek a napok, eltelt két nap. Az üzenet valószínű megérkezett Mártahoz és Máriához. De a legfontosabb, Jézus Krisztus nem érkezett meg. A megoldás nem érkezett meg. Ott maradt egy helyben. És Márta és Mária mivel találkozik? Lázárnak a halálával. Na most, Uram, a reménye. A hitem? Mit évő legyek? Nem jössz? Hol vagy?
azt ígérted, hogy ez a betegség, ez nem halálos, hát akkor csak meg fog gyógyulni ez a Lázár valahogyan. Imádkozunk érte, csak hívtunk téged segítségül, de nincs változás. Azért ez egy elég nyomasztó dolog, hogy nincs változás. Nem halálos, de nincs változás, és bekövetkezik a halál. Uram, hol vagy? Jézus, hol vagy? És ott volt két napig, ugyanazon a helyen. Most feltetjük azt, hogy ugye, én hiszem azt, hogy nem kellett volna Jézusnak feltétlenül elmennie Mártahoz és Máriához, hanem szól, és a távolból Lázár meggyógyul. De nem így történt, hanem Lázár meghal. És hiszem azt, hogy amikor így ilyen helyzetek közepette vagyunk, hogy bejut a jaj, hogy Uram, én nem ezt vártam, akkor egy biztos, hogy ott van az a kérdőjel, hogy Uram, miért? Miért ezzel találom magamat szembe? De Jézus Krisztus, hiszem, hogy mindig okkal cselekedett és döntött. Mindig azt tette, amit az atyától lát és az atyától kap. Ennek is volt egy oka. Próbáltam kideríteni, apával is egyeztettük, de maradjunk az egyszerű üzenetnél. Az Isten dicsőségére van. Ott volt két napig, és utána mindjárt tovább megyünk. De volt ennek egy ok, és hiszem az, hogy azokkal a helyzetekkel, vagy nehézségekkel, vagy próbákkal, amiket találkozunk nap, mint nap, vagy ebben az ősz folyamán találkozni fogunk, akkor bátran segítségül hívhatjuk az Úr nevét, és hiszem, hogy abban a krízis helyzetben Isten és az ő ereje, az ő hatalma, az meg fog nyilvánulni, és az meg fog dicsülni ami környezetünkben. És én ebbe bízom. De menjünk tovább. Majd ezt követően így szólt a tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok pedig azt mondták, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus azt felelte, nem de 12 órája van a nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen világossága. Ezeket mondta, majd hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem. Tanítványai erre azt mondták, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Ha pedig Jézus annak meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt. De ők azt gondolták, hogy államnak alvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan. Lázár meghalt, de miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott. Ám menjünk el hozzá, Tamás, akit Ikelnek neveznek, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Az első kérdés ugye, hogy hol van Jézus? A második kérdés, hogy hát ugye az első kérdés az Máriában és Mártában fogalmazódik meg, hogy hol van Jézus? A második kérdés meg a tanítványokban. Jézus, hova hív minket? Vissza Júdeába? Az előbb meg akartak téged kövezni. Azt mondtad, hogy te egy vagy az atyával. Ne viccelj már, hát ez vakmerőség. Ez felelőtlenség. Nyilván féltették, gondolom, Jézus életét is, de az ő életüket is. Hogyha Jézus a csúnyán elbánnak, mi lesz az ő tanítványaival? Hát, Jézus, hát hova hisz minket? És ugye azt látjuk, hogy azt mondta először Jézus a tanítványainak, a 12. vers, a tanítványi válaszoltak, Uram, ha elaludt, meg fog gyógyulni. Itt is semmi probléma. Fel fog kelni, nem kell visszamenni Júdeába. Nem fognak minket bántalmazni.
meg fog gyógyulni. De Jézus Krisztus tudta, nem kapott új hírt. Egyszerűen tudta, az Atya vezette, hogy Lázár most tényleg meghalt. És most tényleg el kell mennünk. Tényleg eljött az idő, hogy oda menjünk. Tartsatok velem! És figyelj, Tamás, hogyan állt hozzá. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Egy tanítvány nap mint nap ott van Jézus mellett, látja a csodákat. És így készül egy ilyen útra. Hát én úgy szeretnék készülni, mint Jézus Krisztus, hogy bízok az én Atyámban. Hogyha a világosságban járok, akkor nem botlok meg, akkor nem jön rám a jaj. Akkor van egy Atyám, aki körülvesz, és ő benne bízok egyedül. És akkor nem fognak megkövezni, nem fognak megölni, hanem meglátom Istennek az ő dicsőségét, az ő voltát. És ez a második kérdés, hogy hova hív Jézus, és mire hív engem is téged, és van-e bátorságom vele tartani? Bízok-e az ő tervében, az ő világosságában? Merek-e vele lépni és elindulni? Vagy pedig, hát Uram, te halálba viszel. Sose visz a halálba. Bízhatunk ő benne. Úgy kezdődött a történet, hogy Jézus szerette Lázárt. Hiszem, hogy mindannyiunkat szeret. És velünk kezdi. De utána elhív valahova. És nekünk vele kell tartani. És az az üzenet, hogy bízunk el ő benne, és az ő szeretetében. Ő egy szerető Isten. Ő nem a halálba visz, hanem az életre hív. Hogy meglássuk, hogy kicsoda ő valójában. Hogy megdicsüljön melletted az Isten. Hogy ki van melletted. Hogy kiben bízhatsz. Ha legyen az egy családtag, vagy legyen az egy munkahely. Nem kell, sokszor feltesszük a kérdést, hogy hol vagy Jézus. De hiszem, hogy ő ott van, és fog lépni. És az alkalmas időben el fog indulni. De a hitünket és a reményünket nem szabad eldobni. Bízunk el ő benne, és a világosságban kell járnunk. Nagyon fontos. És engem is hív, és minket is hív. 17. vers. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amit meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt mondta neki, feltámad a te testvéred. Jézus először Mártával találkozott, és elvesztették Lázárt. A sírban volt. Több napja, 4 napja. És ugye tele volt a kérdéssel. Jézus közelít. És ugye mit mond neki, ha itt lettél volna, akkor ez nem következik be. Hol voltál? Ez egy csúnyán hangzik, de ez egy kőkemény szemrehányhányás Jézus felé. Ez nem így működik, te Jézus vagy. Neked meg kellett volna, hogy gyógyítani. De utána azt mondja, hogy 22. vers, de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Most hogyan van ez? Márta szerintetek itt mire gondolt? Szerintem nem arra gondolt, hogy Lázár fel fog támadni. Azt máshogy fogalmazta meg Jézus felé. Ez a korai zsidó hit volt. Ez egy tan. Hogy igen, az utolsó napon fel fog őt támadni. De Jézus másra gondolt. Jézus azt mondta, hogy 23. vers, feltámad a testvéred. Jézus arra gondolt, hogy a mai napon még viszont fogod látni Lázárt.
Nem ugyanaz a kettő. Ugye, hogyha elveszítünk valakit, az mindig fájdalmas. Vagy hogyha egy szituáció nem úgy alakul, az mindig fáj, és mindig tele vagyunk kérdésekkel, hogy miért, Uram? És sokszor egy ilyen fontos igazság, az sokszor igaz lehet. De Jézus itt mások gondolt, hogy még van lehetőség a halál fölött is. 24. vers. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad feltámadáskor az utolsó napon. 25. vers. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kérdezd meg, aki melletted ül, hogy hiszed-e ezt? Jézus Krisztus, a feltámadás és az élet. Nála van válasz. Ő nem késik el. Bízhatunk ő benne. És ő arra gondolt, hogy feltámad még ma, viszont látod még ma Lázárt az életedben. És ez annyira jó. És Mártának a válasz nagyon tetszik. Azt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. Most valaki megkérdezi, hogy hiszed az, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, és ő jót tervez számodra. Aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Akkor a Márta válasza az a te válaszod is a mai nap. Én szeretnék így válaszolni Jézus Krisztusnak a mai napon, hogy igen, Uram, én hiszem azt, hogy te vagy az Istennek a fia, akinek el kellett jönnie erre a világra. Hogy úgy vagy itt, hogy keresed, hogy mi lesz holnap, akkor ez egy jó válasz, hogy úgy menj haza, hogy Uram, te vagy az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. És annyira tetszik, hogy ugye a János levelében azt olvassuk, talán az első levelében, hát hogy azért jött el Jézus Krisztus az Isten fia, hogy lerombolja azt, amit a sátán épít. Annyira jó. Annyira jó. Na nézzük tovább. 28. vers. És miután ezeket mondta, elment, és titokban szólt testvérének Máriának. A mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt hallotta, gyorsan felkelt, és elment hozzá. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hirtelen felkel és kimegy. Követték őt azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak, vele jött zsidók is, lelke mélyéig felindult, és megrendült. Azt kérdezte, hová helyeztétek őt? Azt mondták neki, jöjj, Uram, és lásd meg, akkor könnyekre fakadt Jézus. A zsidók pedig azt mondták, íme mennyire szerette. Némelyek közülük azt mondták, nem te megtehette volna, aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig még mindig mélyen felindulva odament a sírhoz. Az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Tehát Máriában is ugyanaz volt, mint Mártában. Uram, mit lettél volna? És annyira tetszik, hogy ő Jézus valóban szerette Lázárt. És ugye megindult, sírt. Egyszer volt Isten és ember. És de neki volt válasza az együttérzésen kívül. Az, hogy vezess oda Lázárhoz. Mutasd meg, hol fekszik ő, hol van az a sír. Nem csak együtt tudok érezni veled, de ma még meglátod Lázárt. A 39. vers. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Az elhunyt nővére Márta pedig azt mondta, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Mire Jézus így válaszolt, nem, de megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét. Ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét. Akkor elmozdították a követ, Jézus pedig
felemelte a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Jézus megérkezett. Lázár a sírban volt. Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. Voltak emberekben kérdések. Azt a követ, te meghalt, büdös, már bomlik a teste. Mit akarsz? És Lázár kijött a sírból. És azt mondták, hogy a pólyákat vegyétek le róla, oldozzátok el. Jézus Krisztusban élet van és szabadság. Amen. És ő nem késett el. Lehet, hogy sokszor nem értjük Istennek az akaratát. Nem tudjuk, hogy miért dönt így, vagy miért dönt úgy, vagy hogy hol van ő. De tudjuk azt is, hogyha ő jön, akkor a halott dolgok azok életre kelnek. Amikre úgy gondolunk, hogy ez már lehetetlen. Én már hívtam, de még mindig nem jött a válasz. Akkor még mindig ott van, hogy ő a feltámadás is az élet. Bármikor cselekedhet, bármikor kinyújthatja az ő jobbját. Nem szabad feladnunk, nem szabad elveszteni a hitünket, a reményünket. Bízunk el ő benne mindvégig. És ez egy fantasztikus feladat, így az őszre, hogy bízunk ő benne. És hogyha fel is tesszük azt a kérdést, hogy hol vagy Jézus, akkor bíz benne, hogy ő szereti azt a szemét, akit te hordozol ő felé. És el fog jönni annak a személynek is az ideje. Vagy neki gondja van arra a szituációra az életedben. Ő szeretne téged megajándékozni. Bíz ő benne, hogy el fog jönni annak is az ideje. És azt se felejtsd el, hogy mint tanítvány hív téged valahova, hív téged valakihez. És nem a felelőtlenségbe hív, nem a vakmerőségbe hív, pontosan tudja, hogy mire hív, és hogy miért hív, hogy meglásd az ő dicsőségét, hogy ki ő valójában, hogy mindenek fölött úr, és neki van válasz a problémákra. És ez annyira jó, és én így várom az őszt, hogy Uram, benned bízok, a te tanítványod vagyok, veled akarok menni, ahova te hívsz. És a te csodálatos dolgaidat akarom látni, a világosságban akarok járni. Amen. És akkor nem fogok elesni, nem fogok elbotlani, és akkor jó dolgok fognak velem történni. És ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét. És hiszem, hogy még sok és jó dolgot tartogat az Úr számunkra. És várom az ő dicsőségét, hogy ezt meglássam. Sok mindenért imádkozok. De most erre nincs idő, de hiszem azt, hogy eljön az idő. Eljön az idő. És az Úr munkában van. És ő tudatosan dönt, tudatosan cselekszik. Nem kell félnünk, hogy hol van ő. Egyedül ő benne kell bíznunk. És ez az én reményem, hogy itt fogom látni ezeket a lázárokat. Ugye ez egy szomorú történet, mert tudjuk, hogy hát úgy szomorú, hogy Lázár végén meghal. De egy biztos, hogy Jézus bemutatta, hogy előtte nincs akadály, hogy ő úr a halál fele, és ő az élet és a feltámadás. És aki hisz, ha meghal is él. És hogyha úgy vagy itt, hogy keresed sok mindenre a választ, akkor legyen az az első válaszod, amit Márta válaszolt. Hogyha nem is értek sok mindent, de szükségem van a változásra, szükségem van valamilyen új kezdetre, akkor Krisztus az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. Legyen ez a válaszod, és ebben csak bíz, hogy ő eljött. És ő ad majd neked választ is, és megoldást az ősszel, ami rád vár. Oké, álljunk fel is, imádkozzunk. Uram, köszönöm a te szeretetedet, köszönöm a felénk való tanúsított szeretetedet. Köszönöm, Uram, hogy te eljöttél. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az élet és a feltámadás. És kiáltunk hozzád, legyen bármi körülöttünk, vagy
találkozunk az ősz folyamán bármivel, akkor azt mondjuk, Uram, hogy benned bízunk, és köszönjük, hogy azért jöttél, hogy amit a sátán épít, azt te lerombol. Köszönjük, Uram, hogy te Úr vagy a halálfele. Te mindenek fölött Úr vagy. Így kiáltunk hozzád a mai napon is, és hívunk téged segítségül az ősz folyamán. Légy velünk a Jézus nevében. És köszönjük, Uram, hogy megláthatjuk a te dicsőségedet. És Uram, én vágyok a te dicsőségedre. És köszönöm, Uram, hogy ezekben a nehéz helyzetekben te meg dicsőíted magadat. A Jézus nevében. Köszönöm ezt neked. Amen.